A járványügyi helyzet ellenére az elmúlt évben is igyekeztek minden lehetőséget kihasználni arra, hogy Dalmant továbbfejlődjön és szépüljön, mondja Stamné Juhász Luca polgármester. A Magyar Falu program keretében sikerült több beruházásra is forrás nyernie az önkormányzatnak. A Magyar Falu program keretében nyertünk 5 millió forintot a Kossuth utca járda felújításra, ezt anyagköltségként nyertük, de mi azt gondoltuk, hogy egy fél Kossuth utca járdája nem járda. Tehát ezért az önkormányzat osztott szorzott, és saját forrásból kiviteleztük az egész Kossuth utcai járdánkat, amihez most is köszönjük a Magyar Falu program keretében nyert pályázatunkat, amivel is 40 millió forintot nyertünk egy Kossuth utcai úttest szempontjából, ami nagyon-nagyon rossz állapotban van, tavasszal kerül majd kivitelezésre a pályázatnak a megvalósítása. Játszótér felújításra 5 millió forint pályázati támogatást nyertek, így tovább modernizálták az ott lévő eszközöket. Az óvoda szintén 5 millió forintot nyert, amelyet az udvari játékok korszerűsítésére fordítottak. Nagy örömükre befogadták a Tanyagon-Noki busz beszerzésére beadott pályázatot is. Nagyon-nagyon sokszor problémás volt a buszunk, nagyon-nagyon sokszor bérbe kellett vennünk másik buszt, hogy a buszunkat tudják javítani, mert már olyan rossz állapotban volt. Ennek a busznak, a Tanyagon-Noki busznak az átadására 20-án kerül sor, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hiszen nekünk külterületen nagyon sok gyermekünk, idős emberünk, óvodásunk és iskolásunk jön Dalmandra, akiknek biztosítanunk kell a biztonságos közlekedést. Az önkormányzat saját költségvetésből is finanszírozott fejlesztéseket. Amit még felújítottunk a saját forrásból, mert azt gondoltuk, hogy lehetetlen az, hogy megalakult Dalmandon itt a buszöböl, és elkészült a bekötő út, de nem volt parkolónk. Tehát megoldást kellett keresnünk arra, hogy hová jöjjenek azok az emberek, és hová álljanak az autóikkal, akik a postára és az önkormányzat épületébe jönnek, ezért saját forrásból, igaz, hogy szűkösen, de meg tudtuk oldani egy modern parkolónak a kiépítését. Sikerült a külterületi utcákban lévő ingatlanokat házszámozni, decemberben pedig kijavították az igencsak rossz állapotban lévő külterületi utak kátyúit. A beruházások mellett nagy gondot fordítottak a helyi közösség építésére is. Amit mi vezettünk be hagyománynak 2019 óta, minden évben húsvéti kalácsot egy emléklappal, ezt minden családnak eljuttatunk, aminek azt gondolom, hogy nagyon örülnek. Boldog házassági évfordulót kívánunk minden olyan házaspárnak, aki Dalmandon kötött házasságot, és itt ünnepli kerekházassági évfordulóját. Ezt mindig egy üveg borral és egy emléklappal köszönjük meg, a feleségeknek pedig egy csokor virággal. Azt gondolom, hogy ez is egy olyan gesztus, ami arra ad okot, hogy örüljenek annak, hogy igenis tudomásul vesszük, hogy ők dalmandi lakosok, Dalmandon élnek, Dalmandon kötöttek házasságot, és itt töltötték el azt a 25, 30, 40, 45 évet, és sorolhatnám tovább, hogy hányadik házassági évfordulójukat. Amit mi még bevezettünk, hogy az általános iskolás gyerekeknek, aki kitűnő tanuló, 5000 forintos ajándékutalványt adunk. Az óvodásainknak szintén 5000 forintot adunk, amit úgy gondolunk, hogy ha nem sok mindenre is, de arra elég, hogy kiállták az óvodát, kiállták a nagy csoportot Dalmandon, és utána az iskolába, ha csak egy iskolatáskára is, de valamire jó. A jövőben szeretnének minden korosztályt megszólítani. Ami a tarsolyunkban van még pályázat szempontjából, ami nagyon-nagyon fontos lenne számunkra, és ezt már három éve szeretnénk kivitelezni, az mindenképp egy közösségi tér. Tehát egy olyan közösségi tér, hogy ne az önkormányzat épületét kelljen igénybe vennünk, hanem igenis ott fiatalok, idősek, gyerekek, mindenki részt tudjon venni, és azt ott meg tudjuk tartani. Tehát minden rendezvényünket. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha létrejönne Dalmandon újból a meghiúsult nyugdíjas klub, a pandémia miatt hiúsult meg, de szeretnénk, hogyha ezt újjá tudnánk éleszteni. Szeretnénk, hogyha újjá tudnánk éleszteni, hogy a fiatalok eljönnek, és itt táncolnak, és itt tanulnak táncórát.
Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha újból bevezethetnénk az aerobikot, újból bevezethetnénk valamilyen táncot, ami a közép korosztály számára tenni lehetővé azt, hogy vidáman töltse el azt az egy-két óra idejét, ami arra adna lehetőséget, hogy mozogjon, hogy kikapcsolódjon, és ne otthon töltse azt az idejét. Továbbra is szeretnének minden pályázati lehetőséget kihasználni. A tervek között szerepel a ravatalozó felújítása, valamint eszközbeszerzés a faluk közterületeinek gondozására.